Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, a kormány szóvivője, a Fidesz parlamenti képviselője, Fidesz-KDNP parlamenti képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elloptuk a parlamentből, úgyhogy sietnünk kell, mert gondolom megy vissza. Ma van az utolsó szezon előtti nap, igen? Fontos döntéseket kell meghozni, igen, ma a parlamentben. Ugye ma szavazunk a 2020-as költségvetésről, illetve az adójavaslatokról. Fontos döntések ezek. Egy jó költségvetés van előttünk, ha nem is tökéletes. Egy olyan költségvetés lenne a tökéletes, ami nem tartalmaz hiányt. Ez a költségvetés most 1%-os hiányt tartalmaz, ami azért szeretném... Lehet tartani majd? Én azt gondolom, hogy ez egy tartható költségvetés. Azért, ha megnézi mindenki a Fidesz-KDNP kormányzat által elkészített költségvetéseket, akkor azt láthatja, hogy amit mi azokba vállaltunk, azt mindig meg is tartottuk. Ellentétben még a szocialistákkal, akik 2010 előtt nagyon magas hiányjal tervezték meg a költségvetéseiket, de még azt a magas hiánycélt se tudták tartani. Így lehetett ugye az, hogy volt olyan év, amikor majdnem 10%-os költségvetési hiányt tudtak összehozni. Tehát mi tartani tudjuk ezt. Ilyen alacsony költségvetési hiánnyal még senki nem tervezett költségvetést. És azt gondolom, hogy az egy óriási eredmény, hogy például a családok támogatására 2200 milliárd forint van betervezve. Ez több, mint duplája annak, amit mondjuk a szocialista kormány a 2010 környékén a családokra fordítottak. Mi történik akkor, hogyha jön a hatalmas boom, és önök számoltak egy bizonyos összeggel, de a fiatalok azt mondják, hogy na, itt az ideje családot alapítani, és most mindenki rohan és babaváró programot vesz fel. A technika ördöge, amikor az ember telefon helyett az órája szólal meg. Tehát mi történik akkor, hogyha most ezrével mennek babaváró programot, csókot fölvenni, és utána elkezdenek a gyerekek megszületni? Azt szoktuk mondani, van egy ilyen technikai műszó, hogy ez egy felülről nyitott keret a költségvetésben, ami annyit felülről tesz... Felülről nyitott keret. Oké, erre még emlékeztetni fogom. Bár így lenne, hogy ezt szóval használni kéne. A családok támogatására a pénz az rendelkezésre áll. Tehát babaváró támogatásra, ugye a családosok által igénybe vehető autóvásárlási kedvezményre a pénz az rendelkezésre áll. Ugye örömteli az, hogy ha jól emlékszem a legfrissebb számokra, akkor most már a autóvásárlási kedvezménye több mint 4000-en éltek. Tehát nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az érdeklődés a babaváró támogatás iránt, és ugye annak a felfutás egy picit több időt vesz igénybe, hiszen ott hitelbírálat van, bizonyos dokumentumokat, TB-igazolást, nullás navigazolást a igénylőknek be kell gyűjteni. Ez időbe telik, ezt be kell adni a bankokba. Ugye az nagyon fontos, hogy minden illetékmentes. Tehát úgy alkottuk meg a szabályokat, hogy mindent illetékmentessé tettünk. Tehát ami állami igazgatásból szükséges irat, azt mindenki illetékmentesen, tehát ingyen beszerezheti. Tehát mindez a procedúra az időt vesz igénybe, de azt gondolom, hogy nagyon ezt a bankok is visszaigazolják, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon nagy az érdeklődés, mégis az ellenzéki padsorokból az a vélemény, hogy nagyon pozitív az ötlet, minden nagyon szép, minden nagyon jó, ám minthogyha ez a szegényebb alsó osztályt nem érinteni, és minthogyha az erős középosztálynak, illetve a gazdagabbaknak lenne lehetőségük élni ezekkel a kedvezményekkel. Én azt gondolom, hogyha megnézzük a babaváró támogatást, ott ugye nagyon fontos volt a program, illetve ennek a támogatási formának az összerakásakor az, hogy ezt lehetőség szerint minden olyan család, aki tervez gyermeket, ezt igénybe tudja venni ezt a támogatást. Tehát a babaváró támogatás, hogyha végül mégsem születnek meg a gyermekek,
akkor is egy olyan hitellé változik, amelynek a törlesztő részlet az nem lehet több, mint havi 50 ezer forint. És ha megnézzük a mai bérszínvonalat Magyarországon, akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk egy olyan házaspár, aki minimálbért keres, mind a ketten minimálbért keresnek, akkor azt gondolom, hogy még egy ilyen háztartásban is ez a hitelösszeg, hogyha mégsem születnek majd a gyerekek, akkor ez kigazdálkodható, ha megszületnek a gyerekek, akkor ugye ez meg átváltozik támogatásra, és három gyerek után nem is kell visszafizetni az összeget. Ugyanakkor az ellenzéki... Tehát azt akarom csak mondani, hogy bocsánat, hogy ez mindenki számára igénybe vető. Tehát az az ellenzéki állítás, hogy ez nem mindenki számára elérhető, ez hazugság, illetve azt gondolom, hogy eleve hiteltelenség az ellenzék részéről a kritika, mert érdekes módon, amikor ők voltak kormányon, akkor eszükbe is se jutott ilyen családi támogatásokat bevezetni, sőt, mindent, amit még az első Orbán kormány 98 és 2002 között bevezetett, családi adókedvezmény, otthonteremtés, ugye kamat támogatott hitelek, ezeket kivezették a rendszerből, hát ugye az egész deviza hitelezés problémája emiatt indult el, futott fel Magyarországon, mert ezeket a családtámogatási formákat megszüntették a szocialisták, és ezzel deviza hitelbe kényszerítették az embereket. Ugyanakkor szocialista és DK-s képviselők is azt mondják, hogy például a csók, a falu megmentése, a települések megmentése az abszolút pozitív. Hát én is így gondolom, el kell azt érnünk, hogy Magyarországon falun élni az ne hátrányt jelentsen. Ugyanazokat a szintű, minőségű szolgáltatásokat lehessen igénybe venni falun, mint városban, azzal az előnnyel, hogy hát mégiscsak a természet közelébe lehet az ember, ami egy valahogy az embernek egy ilyen jó állapotot eredményez. A kérdés, hogy a természet közelből be fognak-e tudni a városba járni, dolgozni? Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon ez megoldható. Azért az úthálózat, mert ugye ez közúti infrastruktúra kérdése, az folyamatosan fejlődik, nem tudunk nem olyan helyére, olyan pontjára menni ma az országnak, ahol ne ütköznénk bele valami útépítésbe, ami ebben a pillanatban akár még bosszúságot is okozhat, de azt gondolom, hogy hosszú távon azért mindannyiunk érdekez. A nemzetközi média előkelő helyen most kénytelen vagyok azokat a kérdéseket föltenni, amit föltettem volna akkor, hogyha lett volna a héten kormányinfo. Azért van itt a kormány szóvivő, hogy behelyettesítsük, és a kérdések azért elhangozzanak. Nemzetközi média előkelő helyen beszél arról, hogy a V4-ek mennyire az újkori zsidó állam pártján álltak az elmúlt évek folyamán, és javára szavaztak az Európai Unióban. Kérdés az, hogy most, amikor megszabadultunk Mogherini asszonytól, és egy negatívabb szereplő, ez idézett másoktól, várományosa a külpolitikai képviseletnek. Az úriemberről tudjuk, hogy külügyminiszter, és tudjuk, hogy abszolút palesztin párti. Azért van egy jó hírem mindenki számára, az Európai Uniónak nincs közös külpolitikája. Éppen ezért a külügyi főképviselő, ahogy hívják, azért ez a pozíció, ez a mostani spanyol külügyminiszter. Mérsékelt befolyással bír. Én azt gondolom, a V4-ek politikája ettől nem fog megváltozni Izraellel kapcsolatban. Tehát az gondolom, hogy a V4-ek továbbra is ki fognak állni, és stratégiai partnerként, szövetségesként tekintenek Izraelre. És mivel az Európai Unióban, ugye a külügyi kérdésekben az esetek döntő többségében vita van, tehát nincsen egységes álláspont, ezért az új főképviselő sem tud majd egységes európai álláspontot képviselni, például Izraellel kapcsolatban. Ezért ezt majd nem is teheti meg. Ahogy egyébként abban önnek igaza van, hogy Mogherini asszony, tehát a korábbi főképviselő, annak ellenére, hogy ezt nem tehette volna meg, mert ugye ő csak európai közös álláspontot képviselhet. De néhányszor ezt a határt átlépte, és ahol nem volt közös európai álláspontot, elmondta sajátjaként, de mégiscsak egy álláspontot képviselt, amit nem tehetett volna meg. Reméljük, hogy az új főképviselő ezt a hibát nem fogja elkövetni. És ha már itt képviselőkről beszélünk, hamarosan előbb-utóbb összeáll a csapat, feltéve, hogyha a bizottság elnökét meg fogják szavazni. Mi a véleménye arról, hogy volt három
fideszes képviselő, akinek el kellett halasztani a megválasztását bizottsági alelnöki. Példanélkül ez, azért ugye minden mögött Gyurcsány Ferenc is pártja áll, hiszen ők megmondták, hogy ők fideszeseket... Gyurcsány Ferenc nem képviselő az Európai Parlamentben, ha jól tehát tudom. Az ő felesége viszont igen, és az ő pártja, a Demokratikus Koalíció nyilvánvalóvá biztos tette. Biztos azt mondaná rá a hölgy, hogy ő egy autonóm személy. Hát de a Demokratikus Koalíció tagja és képviselője, igen. Tehát aminek az elnöke az ő férje. Tehát a Demokratikus Koalíció kinyilvánította, hogy ő nem fogja megszavazni a Fideszt. Most a helyzet az, hogy aki ilyet csinál, az nem demokrata, hiszen ezek a megállapodások a választásoknak a végeredményét tükrözik. Ennek szellemében készülnek el. Ez így van egyébként Magyarországon a parlament megalakulásakor, és így van az Európai Parlament megalakulásakor, hogy azok a pártok, amelyek elnyerték a választók bizalmát, a megszerzett voksok arányában tölthetnek be az Európai Parlamentben tisztségeket, bizottságban is. Ez mindig egy iratlan szabály volt, hogy ilyenkor leülnek ezek a pártok, és megállapodnak egymással. És utána ezt a megállapodást betartják. De azért, mert erre kötelezi őket a választási végeredmény. És aki ezt a megállapodást fölrúgja, az szembe megy az európai emberek akaratával. Amikor a DK ezt megteszi, akkor szembe köpi a magyar választóknak az akaratát. Nincsenek kétségei a felől, hogy akkor a jelölt asszonyt esetleg nem választanák meg? Az egy más kérdés. Azt gondolom, hogy a jelölt asszony, tehát von der Leyen asszony mellett ott lesz az Európai Parlament többsége, és bizalmat fognak neki szavazni. A 168 óra címlapján azt olvashatjuk, hogy csúcskrimi ez a beszámolónak a címe. Magyarország Európa peremvidékére szorul. Mi a vélemény erről a címről? Úgy látszik, kampányüzemmódba kapcsolt a 168 órát. Ez nyilván nem fedi a valóságot. Tehát éppen az a helyzet, hogy a V4-eknek ma már súlya van Európában, és az a helyzet, hogy a V4-ek nélkül nem lehet meghozni döntéseket. Hát azért ne felejtsük el azt, hogy azért volt egy Kaputova mennyire jelölt. Fogja gyengíteni a V4-eket, vagy mennyire fogja erősíteni? Én azt látom, hogy az új szlovák köztársaság elnök asszony egyetért azzal, hogy a V4-eknek össze kell fognia. Hogyha mi összefogunk, az mégiscsak... Tehát ő már befejezte a kampányüzemmódot most már? Hát ez a geopolitikai valóság. Hogyha itt Közép-Európában összefogunk, akkor együtt erősebbek vagyunk, mint hogyha külön-külön küzdenénk. Ezt mutatta meg egyébként az európai csúcs vezetőkkel, ilyen személyi döntésekkel kapcsolatos tárgyalás sorozat, ami annyiban igaza van a 168 órának, hogy valóban krimiszerű volt, tehát nagyon fordulatos volt, de mégiscsak az a végkövetkeztetés vonható le. A lisszaboni szerződés szerint a miniszterelnököknek kell eldönteni, és nem a csúcsjelölteknek. Így van, csak ezért mondom, hogy... Csak ideig nem tartották be. Ott azt láthattuk, hogy a V4-ek nélkül egyességre jutni a jelöltekkel kapcsolatban nem lehetett. Ez elképzelhetetlen volt. Mondjuk, ha 5 évvel ezelőtt lett volna egy olyan helyzet, amely most ugye előfordult, hogy mondjuk egy szocialista jelölt mellett ott van a németek és a franciák támogatása, akkor én azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőtt gondolni sem mertünk volna arra, hogy akkor egy ilyen egyesség ez valahogy hogy mondjam, átalakítható és megpucsolható. Ma szóval pedig ez történt. Az időnk lejárt, úgyhogy jövő héten ugyanekkor folytatjuk tovább. Bízunk benne, hogy majd megszakítja a szabadságát, hogy jöjjön hozzánk. Köszönöm, hogy dolgozom jövő héten is, úgyhogy nem leszek szabadság. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Kedves nézőim, most előzetesek, és következik Péter Falvi Attila, a NAIK elnöke. Tartsanak velünk!